Kétszer találkoztam tulajdonképpen Hankis Eleméről. Egyszer még egészen fiatalon, amikor egy meglehetősen technokrata tanszéken, egy meglehetősen technokrata ugye, akadémiai kandidátusi értekezést írtam valami anyagi műszaki ellátásból, és ilyen felüdülésként került a kezembe a Hankisnak a Társadalmi Csapdák című könyve. És bevallom őszintén, hogy ugye, hát úgy ilyen üdítő írásként olvastam. A közgázon végeztem, hallottunk a játékelméletről, láttunk mindenféle matematika könyveket, de az embernek azért egy kicsit távoli volt ugye mindaz, amit a Hankis Társadalmi Csapdák című könyvéből aztán az ember nagyon egyértelműen megértett, és hát olvastam a könyvet, ez olyan 83-84 környékén volt, tehát Hankis már nyilván elfejtette, hogy írta ezt a könyvet, már a diagnózisok is megjelentek, persze azt is megvettem és olvasgattam, és aztán egyszer csak megörököltem egy tanszéket, és el kellett rajta gondolkodnom, hogy mit kezdjek vele, és rájöttem, hogy nem biztos, hogy folytatni akarom, amit az elődeim tettek, kémiai technológiát tanítottam, csak mondanám ugye a természettudományoknak a szépségét, hogy én tanítottam, hogyan működik az atomreaktor, ugye akkor is, hogyha grafittal moderálják, akkor is, hogyha vízzel moderálják, és azt tanítottam, hogy a lehetséges legnagyobb baleset az, hogy nem lesz villany. És aztán keresztül repültem az atomfelhő fölött, de ez visznek tűnik, de nem az, tényleg ezt tanítottuk. Hát az lehetettem, hogy elmegy a moderátor, leáll a reaktor, kész. Hát a fiúk valahogy összehozták, hogy nem ez történt, és én felette átrepültem Moszkvából hazafelé jövet, ugye 86-ban egy szép nyári napon, még nem mondták egyébként, hogy ez esetleg árthatna is, de a lényeg az, hogy és akkor tanszékvezető lettem, és elkezdtem egy környezetgazdaságtan tanszéket csinálni, és olvastam persze a nyugati szakkönyveket arról, hogy mi az, hogy természeti erőforrás, gazdálkodás, meg mi az, hogy externáliák internalizálása, meg mindenféle. És emlékeztem rá, hogy olvastam egy ennél jobb dolgot, ugye a Hankisnak a Társadalmi Csapdák című könyvét, és ugye föl kellett fedezzem azt a történetet, hogy nekem át kellene mennem egy határon ahhoz, hogy foglalkozni lehessen, vagy értelme legyen foglalkozni ezzel a környezetüggyel, vagy a fenntartható fejlődéssel, és ez a határ ugye a tudományok ugye közti gátak, falak lebontását jelentette. Tehát voltam egy tisztességes kémikus, epoxidgyantákkal, meg mindenfélékkel kilóttam, kísérleteket terveztem, és akkor rájöttem, hogy nem értjük, hogy miért van az, hogy az emberek nem akarják, hogy legyen egy hulladéklerakó, nem értjük, hogy miért nem akarják, hogy elégessük a hulladékot, nem értjük, hogy mi nem akarnak egy csomó dolgot, mi nem akarnak atomreaktort, mi nem akarnak vízlépcsőt is. Tehát mindenki emlékszik rá, hogy ez egy nagyon izgalmas időszak volt, és hát nagyon sok mindenre ugye ott lehetett megtalálni a válaszokat ugye a Hankisnak a könyvében. Hát vannak ezek a, majd úgy látom, hogy valakik beszélni fognak ezekről a csapdákról, nem ő találta ki, ennek megvannak a gyökerei tulajdonképpen. Később, amikor írtam a könyvet, akkor persze én is leírtam az eredeti hivatkozásokkal is ezeket a csapdákat, de azért világosan az is látszott, hogy valamit tenni kellene a társadalom valamelyiknek, ugye viszonyulnia kellene ezekhez a problémákhoz, és nyilvánvalóan nem lehet a társadalom ellenére, vagy a társadalom nélkül megoldani ezeket a problémákat. És hát ugye nagyjából azért az is világos volt, hogy vannak a tudománynak a határai, azokat nehéz átlépni, de jó lenne, hogyha mondjuk a Duna két oldalán lévő két egyetem, a Műszaki Egyetem meg a Közgáz, az ugye képes lenne egymással kommunikálni. Én jártam a Közgázra is, jártam a Műegyetemre is, jártam a TTK-ra is, tehát úgy nagyjából sejtettem, hogy miért nem értik egymást. Tehát például nem értettem, hogy jártam a TTK-ra, reggel 8-kor kertem, és este 8-ra értem haza. A szóvatársaim, nem egy közülük ugye az ország miniszterelnöke lett, egy árhivatal elnöke lett, meg hát azok aludtak, amikor én már laborban voltam, és már ittak, amikor én ugye hazamentem fáradtan ugye a laborgyakorlatok után. Hát marha nehéz megérteni egymást is, és tulajdonképpen a Hankis ebben segített, és roppant érdekes dolog a Hankis hozzáállása a dolgokhoz, ugye, hogy megpróbálta kísérletileg bizonyítani ugye ezeket a csapdákat, és hát egyszer elkövette azt, hogy kitettek egy kukát
az útteste is lett egy hős, ugye? Aztán később kiderült, hogy a hős az nem hős volt, hanem tolvaj, mert ellopta a kukát, ugye? De azért a Hank is azt mondja, hogy a kérdés megoldódott, ugye? Tehát végül is lehetett közlekedni, és a Hankisnak rengeteg ilyen ötlete volt, tehát a következő alkalom, amikor találkoztam vele, az már itt volt, és ugye a Jacques Delors-nak a forgatókönyveit ugye írta le, lesz egy kicsit, kiemeltem hármat, amiről érdemesebb talán beszélni, és talán így látszik is. És ugye leírta ezeket a forgatókönyveket, és megtollotta egy oszloppal. Ugye, hát nagyon érdekes, ezt ő tette hozzá. Ugye ez nem volt benne, és ez arról szól, hogy a halálhoz való viszony. Tehát amikor legközelebb találkoztam vele, akkor fiatal volt, hiszen ugye akkor írta a társadalmi csapdákat. Ahogy nekem elegem lett a társadalomtudományban a kérdőívezésből, viszonylag hamar, mert megkérdezek valamit, aztán azt válaszolják, amit úgy is tudtam, és akkor legfeljebb, mit tudom, 2%, és akkor megmagyarázom, hogy a 2%-kal több az számít, vagy nem számít. Ő se hitte el egészen, én se hiszem ma már el, ugye rengeteg ilyen OECD-s kérdőívezésbe vettem részt, 5-600, 1000 ember, mindenféle dolgokat elköltöttünk, és a végén mondjuk a magyaroknak 5000 forintot ér a Balaton vízminőségének javítása, 5000 forintot ér, hogyha az általér folyónak a környezeti állapotát helyreállítsuk, és hogyha egy barlangba le lehet menni, az is 5000 forintot ér. De 1000 kérdővet lekérdezze, erre mindig ugyanezeket a válaszokat kapjuk, elegem lett belőle. Örömmel láttam a Hankis interjúban, neki is elege volt. A szociológus, ugye, nem azért, mert ez nem jó, hogy csinálunk ilyeneket, de azért nagyon, nagyon világosan látszik, hogy benne van a hipotézisünkre, adják a választ, és benne van a válasz abban, amit tulajdonképpen kérdeztünk, ő abba hagyta. És persze olyanokat írt, mondjuk nem akarom mondani, a Hankis ugye nem lett akadémikus, nekem volt egy másik ilyen kiváló barátom, a Kinder Gyorska, ő se lett. Nem volt akadémikus, de valami olyasmit csinált, hogy engem átvezetett egy másik útra, a Kinder is átvezetett egy másik útra. Rengeteg ember, meg el sem tudom olvasni ugye a tudományos írásait, nem azért, mert nem tanultam meg olvasni, hanem mert nincs értelme nagyon elolvasni a 82.000 citációt, egyebeket. Hankisnak voltak üzenetei, mondani valója volt, és nagyon érdekes kérdés szépen, hogy ha valaki végignézi a forgatókönyveket, ugye ijesztő egyébként, hogy egy mondatban összefoglalta ugye a lényeget az, hogy mit jelent ez a forgatókönyv. És van persze olyan is, hogy zaklatott szomszédságok, ha valaki ma ugye végignézegeti a történetet, ezt jóval azelőtt írta, hogy védtük volna ugye az ország határokat, védeni a civilizációt a barbárokkal szemben, és ugye a hősi halál Európa bástyáján. Tehát tulajdonképpen ma szerintem ez egy eléggé ugye izgalmas történet, szereti a vidéki temetők szelíd melankóliát, azt gondolom egyébként, hogy ő valószínűleg inkább ezt választotta volna. És ugye, ami nagyon érdekes, hogy azt nézte meg, hogy tulajdonképpen ebben az utóbbi írásában, hogy ezért kapcsolódik az oktatáshoz, hogy tulajdonképpen mit kellene tanítanunk a tanároknak, akik tanítanak, és mit kéne a diákoknak tanítani, hogy képesek legyenek arra, hogy ezek közül a lehetséges forgatókönyvek közül, vagy ezeknek valamilyen keveréke, ugye, mert nem feltétlenül igaz az, hogy steril formában bármelyik is megállja a helyét, hogy mit kellene tennünk ahhoz, hogy az emberek fölkészüljenek arra, hogy egy jó forgatókönyvet tudjanak választani, számukra elfogadhatót tudjanak választani. És most itt kapcsolódnék ugye az előző előadáshoz, ugye ennek a negyedik ipari forradalomnak ugye a legnagyobb üzenete az mégiscsak az, hogy van körülbelül 15 évünk, ugye, vagy 20 évünk legfeljebb, amíg még azt hihetjük egyébként, hogy ki kell elégítenünk ugye annak az iparnak a munkaerő szükségletét, amelyik jelen pillanatban megrendelőként elhiteti velünk, hogy ez a legfontosabb dolgunk, de nem kell majd kielégítenünk, mert neki már nem nagyon lesz ilyen, ugye a robotok ezt biztosan át tudják venni. Igen, a tacit tudást is meg lehet ugye az intelligenciával ugye oldani. Ez tehát azt jelenti, hogy azt kellene kitalálnunk, hogy mit kezdjünk az emberekkel, hogy ne unatkozzanak, és ennek egyetlen megoldása van mondjuk a Hankis szerint is, meg a Szitovszki szerint is, ugye az, hogy tanítani kell az embereket, intelligenssé kell tenni őket annak érdekében, hogy képesek legyenek elfoglalni magukat úgy, ugye, hogy kellően boldognak érezhessék magukat, tehát valami olyan tevékenységet tudjanak végezni, amelyik
nagyrészt soft dolgokkal függ össze, élvezni tudják az irodalmat, a művészeteket, maguk is megpróbálják esetleg ilyeneket tenni, mert arra a robotra, amire ma gondoljuk, hogy fel kell őket készíteni, erre valószínűleg nem lesz szükség. Most én tudom, hogy persze ez egy bonyolult dolog, hogy hány év alatt meg, hogy hány milliárd embernek lesz majd ez a dolga. Hogy mit kezdünk ugye azzal a 4 milliárddal, amelyik egyelőre írástudatlan, meg kéne őket tanítani, feltétlenül írni, mert különben vandálok lesznek, ezt nem én mondom, hanem a Citovszky mondja, de ugye az önmagukat gazdagon ki kell építeni a közösségeiket, ezek ugye Hankis interjúból való idézetek, és ugye az oktatási rendszerünk jelen pillanatban ugye arról szól, hogy versenyezzünk, és arra kényszerítjük a gyerekeinket, ugye, mint a tisztességes verseny, mindenki mászon föl a fára, ugye az elefánt is, a majom is, meg a többi élőlény is. Nagyjából ugye ez a rendszer az, ami nyilvánvalóan nem fenntartható, tehát ha változtatnunk kell valamit, akkor az nagyon azt jelenti, hogy ezt kell megváltoztatni. Ugye egy olyan rendszert kellene kiépítenünk, ami az emberek képességeit, még egyszer mondom, hogy elfoglalják értelmesen magukat, ugye ezt a képességet kellene valamilyen módon kifejleszteni. Tehát itt ugye az érdekes az, hogy egyfajta biztonság, szabadság és az a remény, hogy értelme van az életünknek, hogy a világban szerepünk van. Ugye ez Hankisnak tulajdonképpen ugye az ezzel kapcsolatos üzenete. És ugye nem tudtam, hogy mi az, ami engem Hankisban tulajdonképpen valahol lenyűgözött, tehát megszólalt valahol, bárhol, és egyszerűen elkezdtem hallgatni. Megmondom őszintén, hogy elég öreg vagyok, és vannak emberek, amikor elkezdenek beszélni, akkor kikapcsolok, és egyáltalán nem figyelek rá, hogy mit mondanak. A Hankis bárhol, bármiről kezdett el beszélni, egyszerűen nem tudtam, mi az, ami annyira vonzott ugye benne, és hát nagy örömömre szolgált, hogy később aztán személyesen is ugye találkoztattam vele néhányszor, és talán a picit közelebbi kapcsolatba is kerültünk, mint egyszerűen csak egy idősebb kollega kapcsolata. És nézegettem, hogy a Hankis elemére valahogy olyan kifejezéseket használ, ugye, amiket nem nagyon szoktak a tudósok használni, ezek Hankis idézetekből valók, úgy bepirosítottam néhányat, ugye ilyet, hogy homály, töredék, elhomályosult, töredékes az ismeretünk. És aztán nézegettem ugye Pál apostolnak a szeretett himnuszát, aminek a vége felé ugye arról van szó, hogy tudásunk csak töredékes, töredékes a profétálásunk is, mikor azonban eljön a beteljesedés, ami töredékes véget ér. Amikor még gyermek voltam, úgy beszéltem, mint a gyermek, úgy gondolkodtam, mint a gyermek, úgy ítéltem, mint a gyermek. Örömmel hallottam, ugye, hogy az elemér ugye játszott ugye, a családtagjaival, de mikor férfivá nőttem, elhagytam a gyermek szokásait, ma még csak tükörben homályosan látunk, akkor majd színről szinte, most töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek, ahogy én is ismert vagyok, most megmarad a hit, remény, szeretet, ez a három, és köztük a legnagyobb a szeretet. Szerintem az elemérben, ami különleges volt, és ugye ez a szeretet volt az a titok, amit az elemér gyakorolt az emberiség iránt, és egy eszméletlen megértést, és felelősséget tulajdonképpen az iránt, a világ iránt, amit úgy gondolta, hogy kitalálhatnánk magunknak, ha elég okosak volnánk. Köszönöm a türelmet.